Osztott medence, csúszdák, fedett terület, ez a Harkányi fürdőtér és strandja, amit hivatalosan hétfő délután adtak át a Baranyai városban. A kormányzat segítsége is kellett a beruházás megvalósításához, és további segítségre is számíthat a fürdő, emelte ki a térség országgyűlési képviselője. A kormány kizárólagosan magyar forrásokból fejleszti a Harkányi fürdőt. Itt minden olyan fejlesztés, minden olyan ütem, amit eddig átadtunk, azt gondolom, hogy európai színvonalú, és Magyarországon bármelyik fürdővel megállja az összehasonlításnak a mértékét, a mércéjét. Ez egy nagyon jó sikerült fejlesztés, elkészültek a következő ütemnek a tervei. Nagy Csaba felidézte, hogy 2018-ban két kormányzati döntés született, a 47 milliós határozat mellett egy 3,8 milliárd forintos is segítette a fürdő fejlesztését. A paksi bővítésért felelős miniszter azt mondta a megnyitón, hogy ők nem csak az atomerőmű fejlesztésében gondolkodnak. Nem önmagában Paksot szeretnénk, hanem régiót. Ebben a régióban pedig beletartozik Baranya megye, Somogy, Tolna megye, és még a Dunatúl felén Vács-Kiskun megye is. És nagyon fontos nekünk, hogy itt fog a beruházáson több évig, évtizedig dolgozni több ezer ember, azoknak is a szabadidőt szeretnénk mi kultúráltan lekötni. A beszédek után következett a nemzeti színű szalag átvágása, majd ezután beléphettek az első fürdő vendégek az új létesítménybe. A pandémia miatt jelentős visszaesés volt a fürdő forgalmában. A téliesített strand nagyobb vonzerő lehet és növelheti a látogatottságot, mondta Harkány polgármestere. Biztos, hogy több év kell, mire itt konszolidálódni fog a helyzet, de egyértelműen azt reméljük, hogy a téli strandfürdőzés, a téli wellness fürdőzés és a teljes családot felölelő élmények és gyógyszolgáltatások együtt mozgása azért jelentős vendégszám növekedést fog okozni mind a fürdőben, mind a városban. Hogy a számok mit fognak mutatni, azt majd jövő ilyenkor remélem, hogy már örömmel tudom önökkel majd ismertetni. A számítások szerint évi 700 ezeres vendégszámnál önfenntartó lehet a fürdő. Azonban szeretnének legalább 1 millió embert vendégül látni Harkányban. Ez a kitűzött cél a polgármester szerint.